Júliusi esküvőjük részleteiről mesél nekünk most Hódi Pamela. Jó reggelt kívánunk, jó. Szia! Jó reggelt! Nem is olyan régen itt volt velünk Berki Krisztián, ezt most nézzük meg, hogy ő mit mondott. Jó. Ha, nem tudom, hogy láttad, de nem. Most megmutatjuk. Miért? Nem tudom neked megmagyarázni, hogy miért te vagy az a nő az életemben, aki a leghosszabb ideje van mellettem, aki a leghosszabb ideje eltűri az én összes dolgomat. Szeretném azt, hogyha a társam lennél, szeretném azt, hogyha én a társad lehessek, és egyszer majd a férjed. És én ezért szerettem volna, hogy itt legyünk, és itt találkozunk, és van nálam egy papír zsebkendő, amit előveszek. Szeretném, hogyha te lennél a feleségem. Veled szeretném lejönni az életemet. Akkor kell felhúzni a gyűrűt, hogyha igent mondok. Jaj. Manocska. A válaszom igen. A szívem reméljén mindig is tudtam, hogy Krisztián az a férfi, aki nekem kell. Hát így, hát a szerelem mindent visz, azért csak visszataláltatok egymáshoz, meg egyáltalán lesz ebből most már akkor házasság is. Hát jó reggelt kívánunk, Hódi Pamelát köszöntjük itt a stúdióban. Jó reggelt. Szia. Hát nagyon úgy fest, hogy lesz esküvő, igen, most már egy pár hónapon csak hátra. Krisztián azt mondta, hogy ő az egész országot meg akarja hívni. Több ezer emberről beszélt, igen. Több ezer emberről beszélt, nyilvánvalóan. Aztán ez hozzá méltó, vagy hát ő így szokta. Meg ez egy ilyen Berkis túlzás, nyilvánvalóan, igen. De azért ebben csak kötött a kompromisszumot. Hát én úgy vagyok már vele, hogy próbálok mindenben kiegyezni, tehát próbálunk egy húron pendülni. Én jobban szeretnék egy szűk esküvőt, tehát szűk család, szűk barátok. Én is ezt mondta. Igen, de hogyha ő szeretné, hogy eljöhessen akárki, aki csak szeretne, akkor legyen így, csak engem senki ne zavarjon semmibe, úgyhogy igazából... Csak mi a te titkod, hogy Krisztián téged ilyen szempontból elvisel, hogy téged akar, hogy mellette vagy? Nem úgy értette. Komolyan kérdezem, tehát hogy mi az a titok, ami miatt te vagy, szerinted? Szerintem az, hogy én kiállok az igazamért, és nőként valamiért elfogadja tőlem, tehát hogy más nőtől nem igazán fogadta el azt, hogyha valamiben nem értett vele egyet. Tehát szerintem sok mindenki bólogatott, mindenki odaig volt érte, én bennem azért soha nem volt az a hú, de nagy istenítés, hogy Úristen, Berki Krisztián, és akkor mindent megengedek, mindent megtehetsz. Nem, én az elejétől kezdve is úgy álltam hozzá, hogy azért voltak szabályok, és szerintem neki ez tetszett, hogy vannak szabályok, tehát, és meg kell felelni. Igen, valakinek meg kellett felelni, tehát ő neki azért így anyukájának, apukájának nem kellett, egy barátnőjének nem kellett, ők jöttek, mentek, nem volt igazából úgymond szint, és nálam érezte szerintem azt, hogy kell bizonyítani, és ez szerintem tetszett neki az elején. Teljesen más téma. Miért barnultál be? Muszáj, hogy megkérdezni. Hát elmentem fodrászhoz. Annyira jól állt neked a szőke? Igen, tudom. Most egyébként 16-án megyek újra, és visszaszőkítem a hajamat alul, mert én is észrevettem, hogy öregít egy kicsit, és nem az én színem a barna. Szebb az arcod. Jobban. Eszembe nem jutott volna, hogy öregít egyébként. Tényleg? Pedig igen. És jobb. Hát elkezdtem egy kicsit varjálni a hajamba, aztán így egyre rosszabb lett. Hát ugye hosszú hajam, úgyhogy igazából nem úgy reagált rá a festék, ahogyan kellett volna, és most sötét lett. Úgyhogy majd most meg fokozatosan. Egyébként nekem is most már lassan derékig ér, tehát hogy most már mondják, hogy vágassak le belőle, de nem, csak azért is megneveztem. Nekem is. Nagyon megfordult a fejem, hogy levágatom ilyen rövidre, de inkább nem, maradok a hosszúnál. Inkább nem. Na jó, vissza az esküvőre, bocsáss meg, ez csak egy ilyen csajos kérdés volt. Hogy akkor mégis hol lesz? Tehát a helyszínben megállapodtatok-e már? Igen, én szerettem volna, hogyha Biriben tartanánk. Biriben van egy kúria, voltunk már ott, és nekem ott jött az ihlet, ott jött az érzés, ott jött az, hogy én itt szeretném, hogyha lenne az esküvőnk. Uh-huh. És több mint valószínű, hogy ott fogjuk tartani. Tehát ez olyan, mint az amerikai filmekben, van egy gyönyörű háttér, ez a kúria ezek szerint. Igen. Kint a kertben, kis sátrak alatt, megterítve asztalok. Igen, ez még látod, nem biztos, mert szeretnénk templomit, viszont hogyha mégsem döntünk a templomi mellett, mert lehet, hogy bonyolultabb, vagy bármilyen oknál kifolyólag, akkor viszont nem, hanem ott hátul van kápolna kialakítva, és akkor ott fogjuk megejteni. Krisztián viccelődött azzal kapcsolatban, hogy ki fogja a gyűrűt az oltárhoz vinni. Igen. Hogy ugye a Nati nem biztos. De az egyébként nem volt vicc, mert nem hogy vicc. Ez tényleg így van, mert a Natinak tényleg vannak olyan napjai, amikor
teljesen kiszámíthatatlan. Szóval lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ő nem viszi be. Hát akkor nem viszi be. Tehát akkor ő jó poénkodott a Chloé-val, de nyilván nem a kutya fogja behozni. Akkor szerintem a húgom. Számtalan ilyen felvételt láttam a YouTube-on, amikor a kutya vitte be. Egyébként a Chloé még szerintem ügyesebben behozná, mint a Natko, de hát ha más nem, akkor a húgom fogja a Jászminka behozni szerintem. És őt már felkészítettétek már, mint hogy a Natit arra, hogy apa-anya összeházasodik? Tudja, hogy ez mit jelent? Vagy beszéltek erről? Most tudja, egyébként most hétvégén voltam a ruhámat megterveztetni, tehát ez volt az első ilyen éles lépés az esküvő készületekben, és elmagyaráztam neki, hogy miért megyek, miért nem jöhet velem, tehát ez egy 3-4 óra volt, mire így összeraktuk Mohácson így a dolgokat, úgyhogy tehát így szerintem érti valamennyire, de azért annyira még nincs így előtte a kép, hogy ez miről is szól. És milyen ruhát terveztetsz magadnak? Hát az mindenkinek meglepetés lesz. Jaj, ne legyen meglepetés, az a legjobban érdekel engem. Tudom, pont azért. Anyukám is mondta, hogy azért egy fotót mondtam, hogy nem, senkinek. Tehát mi a Zsuzsival megbeszéltük, hogy ő se adja ki senkinek az információt. A Laura barátnőm volt velem, ő is azt mondta, hogy senkinek. Úgyhogy ez csak a tervező, és én fogom tudni. Egyébként senki. Ez, hogy most te már így szervezed magadban. Krisztián, mennyit segít ebben? Nem kell, hogy segítsen. Kezd nagyjából összeállni a fejedben. Egy férfi ne szóljon bele. Nem a ruhára gondoltam, általában véve a szervezésre, a birire, a kurjára, az, hogy hol lesz, sátor alatt lesz, vagy nem kell, semmit. De majd oda megy július 1-én, vagy nem tudom. Hát a ruháját a szervezze meg magának, én mutattam neki fotót, hogy miért szeretnék rajta látni, tehát én nekem nem kellene itt a kalap, meg ne bohockodjon nekem semmivel. Hát pedig attól tartok fog valamit. Nem, lerántom róla, az biztos. De egyébként semmiben nem kell segítenie, mert hál' Istennek nagyon jó segítségeim vannak ott Biriben, és hát most az, hogy milyen betűtípus legyen a meghívón, stb., tehát semmiben nem kell, hogy részt vegyen, én azt gondolom. Nálam egyébként nagyon fontos kérdés volt, hogy ki kísér majd oda az oltárhoz. Ki kísér oda az oltárhoz? Hát gondolkoztam a papámon, mert hogy mégiscsak férfi, viszont azért vele mégsem olyan a kapcsolatom, mint nyilván anyukámmal, úgyhogy én anya mellett döntöttem, mert hogy végül is ő volt az, aki felnevelt, akkor ő adja át a kis életemet annak a férfinek, akinek továbbá rábízza az életemet. És akkor így anya mellett döntöttem. Édesapád ezt tudja már? Nem is kell tudnia, de nem is fogom nem neki. Nem is vagytok beszélő viszonyban? Nem, semennyire sem. Mióta nem beszéltetek? Mikor Natko megszületett, akkor bejött a kórházba, mert anya megüzente neki, hogy éppen vajudok, és stb., és akkor ő bejött. Amivel egyébként nem volt semmi baj, hanem inkább azzal, hogy másnap szó nélkül bejött hozzám, és pont akkor jött Krisztián is, és sajnos ők egy picit összeszólalkoztak, és Krisztián megkérte, hogy fáradjon el, tehát 20 akárhány évig tudomás sem vett tulajdonképpen rólam, sem a nővéremről, akkor most sem kell, hogy ott legyen. Tehát a De Krisztián... korábban nem találkozott, hogy nem tartottátok a kapcsolatot ezek szerint? Nem. Egyszer ő próbálkozott, talán kétszer, mikor kicsi voltam, de az is olyan volt, hogy odajött, és akkor utyulú-putyulú, ez tartott 2 napig, utána megint eltelt egy pár év, akkor megint jött, és ahogy egyre jobban nőttem fel, rájöttem, hogy szórakázás, és erre így nekem nincsen szükségem. Tehát amikor már De ez miért volt így? Lehet, hogy valahol ezt lenyilatkoztak, csak egy nagyon kevés bulvárt olvasok, hogy magam sem. Miért? Nem működött anyáékkal egymás között a kapcsolat, és akkor úgy gondolta, hogy elmegy. Amivel én azt gondolom, hogy nincsen baj, mert van ilyen, hogy elválnak az emberek, viszont a gyerekek semmiről nem tehetnek. És az, hogy ő így döntött, bennem olyan fájdalmat hagyott, hogy nem tudok neki megbocsájtani, még felnőtt fejjel sem. Mert amikor szükség lett volna rá, és nagyon sokszor szükség lett volna, hiszen anya egyedül nevelt kettőnket a Kittivel, nővéremmel, és nagyon sokszor kellett volna egy nadrág, nagyon sokszor kellett volna egy apai beszélgetés, nagyon sokszor kellett volna segítség, és nem volt ott. És én azt gondolom, amikor már felnőttünk, és kirepültünk a családi kis fészekből, és magunkat eltartottuk, és önállóba váltunk, akkor megjelenni már baromi könnyű, csak akkor már nem nekem nincs rá szükségem. A nővéremnek van. Ezért is lettél te egy picit olyan keményebb, tehát hogy olyan kevésbé tudsz szerintem egy picit úgy simogatni, nekem elgyengülni. Lehet, a férfiak felé nincs meg az a kötődésem a férfiak felé, mert nem volt az életemben férfi, mármint így apai részről, és nekem nagyon furcsa volt, amikor a Natko megszületett, hogy azt kiejteni a számon, hogy apa. Tehát ahogy nőtt a Natko, és akkor mondani neki, hogy ott van apa, nézd apa, mit csinál, tehát maga az, hogy apa, mert hogy senkinek nem mondtam, és akkor van egy lányom, akinek meg azt mondom, hogy itt van apa, és nekem ez egy ilyen kincs a kis életemben, ilyen nagyon szép szó szerintem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.